A Hévíz SK Újbuda FC találkozó vendégkezdéssel indult. Már az első percben a hévízi Konya Dávid az ellenfél rossz mozdulatát kihasználva egy bravúros csel után megszerezte a hazaiak első gólját. Az Újbuda néhány percig nem tért magához, így a Hévíznek megint lett egy majdnem sikeres akciója, gól nem született belőle. A 11. percben az Újbuda támadott, Lókai Gyula lőtt kapura, de a Hévíz hálóőre hárított, egy perc múlva Kovács Dávid próbálkozott, de ez a lövés nem veszélyeztette a hazai hálót. A 16. percben újabb vendégakció, szabadrúgásból fejesen támadták a Hévíz kapuját, de a kapus precízen védett. A 22. percben egy gyönyörű labdaszerzés után a hévízi hetes játékos Horváth Milán tüzelt az Újbuda kapujára, melyet siker koronázott. Ezzel az akcióval már 2-0-ra vezetett a fürdőváros. A 31. percben a hazai a kapuja előtt szabadrúgást hajtott végre az Újbuda, nem került veszélybe a hévíz hálója. Két perc múlva fordított helyzet alakult ki a vendégoldalon, a hévízi szabad lövést az Újbuda kapusa védte. A 37. percben a vendégek szabadrúgását a fürdővárosi kapus hárította. Az első félidő végén a Hévíz két gólt birtokában vonult az öltözőbe. A szünet után felfrissülve jöttek vissza a pályára a csapatok, az első percben a hévízi térfélen volt többet a labda. A 6. percben egy kemény és hatékony támadást hajtott végre az Újbuda csapata. Az akció végén a vendégek 11-es számú játékosa Kovács Dávid góljával szépítette az Újbuda. A 8. percben ismét az Újbuda tüzelt a Hévíz kapujára, az akcióból nem született gól. A 14. percben a Hévíz 7-es játékosa Horváth Milán futott egy szépet a labdával, de támadása meghiúsult. Egy perccel később a vendégek ellen támadása a kapu fölé lőtt labdával ért véget. A 2. félidő felénél az Újbuda 11-es focistája Kovács Dávid indított akciót, melyben Németh Attila István segítette, a kapura lövést a Hévíz hálóőre védte. A 27. percben helyzetbe került ismét a hazai gárda, a játékosok ezt jól kihasználták. Karakai András szerezte meg a labdát, majd Kónya Dávidnak passzolta, aki kapura lővel szerezte meg a Hévíz 3. gólját. A 36. percben a fürdővárosi Karakai András támadta az Újbuda kapuját, nem született gól az akcióból. Az utolsó előtti percben még próbálkozott az Újbuda, de végeredményen nem tudott ez változtatni. A győzelmet a hazai csapat szerezte meg, így Hévíz SK Újbuda FC 3-1.